A kormány ingyenes nyári gyermekétkeztetés segítő programjában Kelet-Pest megye 6-os számú választókerületének 17 települése közül 8 pályázott, és mind a 8 nyert. A 3 milliárd forintos költségvetési keretösszegből idén közel 1500 települési önkormányzat részesül. 13 helyszínen több mint 70 program várta az érdeklődőket június 20-án Gödöllőn, a Múzeumok éjszakáján. A múzeumok mellett a város kulturális intézményei is színes programokkal várták az érdeklődőket. Gazdag programok a 20. Kistarcsai Napok Fesztivál zárónapján is. Három részes tudósításunk utolsó részében a jubilómi városünnep vasárnapi eseményéről számolunk be. 27. alkalommal kerül megrendezésre a Galgahévízi faluünnep 2015. július 10 és 12-e között. Rövid beharangozónkban a háromnapos rendezvény gazdag programkínálatát mutatjuk be önöknek.